Lementem az első próbára velük, ami elég fura volt. Mármint nem beszéltük meg, hogy mondjuk játszunk el egy számot, vagy bármi ilyesmi, és igazából csak bénáztunk. Aztán elkezdtünk így számokat írogatni, mindig valakinek az albérletében. Aztán kialakult egy pár, most hát megírtunk egy pár számot, ezek akusztikusak lettek először, aztán azóta folyik ez a dolog, és hangszereljük őket, dolgozunk rajtuk. Ilyen színpadi tapasztalatom nincsen, nagyon sokáig énekeltem szólóban, egészen más stílusban, inkább ilyen szól, meg pop dalokat énekeltem egyedül, színházaztam egy kicsit, talán ez az összes színpadi gyakorlatom. Fura, kezdem megszokni. Nagyon sokat kellene még oldódnom a színpadon. És így a visszajelzések is olyanok, hogy többet kéne mozognom, többet kéne beszélnem. Mi szerintem ma már eléggé feloldottunk. Megpróbálunk valamennyire inspirálni a 60-as évek beat zenéjéből, amit mindannyian nagyon szeretünk, azt hiszem. És ezt valahogy így átmenteni a mai füleknek, vagy valami ilyesmi. Aztán, hogy ez mennyire sikerül, vagy nem, az majd a közönség eldönti igazából. A számok általában úgy születnek, hogy full akusztikusan elmegyünk valakihez, vagy valamelyikünkhez, és valamelyik srác, hát általában ugye a srácok, mi vagy az ő kezükben van a hangszer, és hoznak egy témát, egy dallamot, aztán azon elkezdünk dolgozni, elkezdünk ötletelgetni, igazából mindenki rak hozzá, mondjuk a díjnyertes refréneket általában Jancsó Gábor barátunk hozzá. Van például olyan szám is, amit konkrétan a Szaja írt, vagy konkrétan a Laci írt, aztán ugye mindenki hozzárakja a saját maga kis világát. Pont a koncert után odajött hozzám egy fiú és egy lány, hogy nagyon-nagyon tetszett nekik a koncert, és hogy a YouTube-on láttak minket, és eljöttek, és nagyon tetszett nekik, nagyon frissek voltunk, és nagyon örültem. Ők az első olyan, ők az elsők, akik odajöttek a koncert után ismeretlenként, hogy mi úristen, szia, nagyon jó volt, gratulálunk, tetszett, és hogy mikor játszotok legközelebb. A klipen még várunk, ugyanis kellene egy jó ötlet, és valami nagyon olcsó megoldás, hogy őszinte legyek. Valami nagyon ötleteset szeretnénk csinálni, ami nem is annyira drága, és mégis jó. Az akusztikus videó pedig úgy jött, hogy van két fehérvári barátunk, akik elindítottak egy ilyen session videósorozatot, és mondták, hogy esetleg mi lenne, hogyha elmennénk valahova, és forgatnak egy ilyen session videót. Aztán kinéztük a helyet, ez Fehérvár csurgó volt, belátunk a patakba, megpróbáltuk meghangszerelni az egyik számunkat, hogy ilyen akusztikusak, xilofon, meg stb. Aztán ezt felvettük. Nem olyan távoli terveink azok, hogy minél többet koncertezünk, minél többen megismerjenek minket, aztán minél több számot felvegyünk. Játszak a rádióban. A nagyon távoli az mindenkinek szerintem, hogy külföldre eljussunk, és hogy ismertek legyünk egy kicsit külföldön. Sziasztok, mi voltunk a Blaha Louisiana. És a Keretblogot nézitek.